Jó estét kívánok! Önök a Mi Értet a Somogy TV napi aktuális műsorát látják. Gyökeres átalakítás előtt áll az önkormányzati rendszer. Mi lesz a megyékkel? Ki fogja elosztani a fejlesztési pénzeket? Lesz-e adósságkonszolidáció? Kérdések, amelyek szóba kerültek Orbán Viktor miniszterelnök és a megyei közgyűlési elnökök múlt heti megbeszélésén. Az egyeztetésen részt vett Gerencsér Attila, a Somogy megyei közgyűlési elnöke is. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát pontosan miről volt szó a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen? Amit a felkonferálásban ön beolvasott. Ezek voltak a legfontosabb témák. Adósságkonszolidáció, megyei jövője, területfejlesztési források, idehelyezése, vagyis egy új megye víziója, egy új megye jövőképe, mert hogy egyébként a miniszterelnök úr is úgy gondolja, hogy a mostani megye nem szolgálja megfelelően az embereket. Fogunk részletesen beszélni mindegyikről, meg kérdezem önt, de térjünk még vissza egy kicsit a kezdetekre. Még tavasszal Lázár János frakcióvezető önt kérte fel, hogy dolgozza ki a megyei feladatok újjászervezésének a koncepcióját. Úgy tudom, hogy ez a koncepció elkészült. A kérdés az, hogy a megyei koncepció és az országos koncepció között van esetleg olyan terület, amely nem egyezik, tehát amit át kell dolgozniuk? Abban a koncepcióban, amit volt szerencsém kidolgozni megyei közgyűlési elnök kollégákkal együtt, abban még jelentős intézmény fenntartó szerep is maradt volna a megyei önkormányzatoknál, de egyébként a mi meglátásunk szerint csak olyan, amely már az országos koncepcióhoz passzol. Ilyen lett volna a szakképzés rendszere, mert ugye a területfejlesztés, a vállalkozás élénkítés, a beruházás ösztönzés és a foglalkoztatás szoros testvériségben áll a szakképzéssel, mert hogy olyan profilokat kell képezni, és olyan szakmákat, amelyre aztán majd a munkaerőpiacnak szüksége van. Ezért mi a szakképzési rendszert és az egészségügyi ellátó közül is a fekvő és járóbetegellátó intézményeket úgy gondoltuk, hogy helyesebb volna a megyénél tartani. A feltételes módból úgy érzem, hogy nem ez lesz az országos koncepció. A miniszterelnök úr egy az önkormányzati világban meglévő káoszt, követhetetlen rendszert és folyamatos elszámolási vitát lát maga előtt. Ezért egy profiltisztított szituációt szeretne látni, ahol mindenki tudja pontosan, mi a feladata és hatásköre. Hogy ezt egy kicsit érthetővé tegyem. Ma elszámolási vita van a települési önkormányzat és a társulás között, a települési önkormányzat és a kistérség között, a kistérség és ad abszurdum a régió között, vita van a városok és a megye között, és ennek a vitának az eredői a 20 év alatt kaotikus alakult önkormányzati rendszer például olyan problémája, hogy a megyei önkormányzat 9 szakképző intézményt tart fenn, és egy félnek a tulajdonosa. Ez a Somogy megyei helyzet, de megyénként változó. Kérdezem én öntől, hogy egyébként Siófok városnak kell annak a szakképző intézménynek az épületét karbantartania, felújítania, vagy esetleg kifestenie, amelyiknek ő a tulajdonosa, de én vagyok a fenntartója, én alatt értem a megyei önkormányzatot. Ugye ez is egy elszámolási vita. Nagyon nehéz definiálni, hogy mekkora az a probléma, ami a tulajdonos városé, és mekkora az a probléma, ami még a fenntartóé. Vagyis a vagyon és a fenntartói jog is szétvált, és akkor nem mondtam, hogy és mindannyiunknak van egy elszámolási vitája az állammal. Az igazi kérdés persze az, hogy vajon, hogyha az állam átveszi ezeket a funkciókat, akkor jobb lesz-e? Én nem mondtam, hogy az állam átveszi. Jó, csak ebből erre következtettem a mondandójából, de akkor ez nem feltétlenül így lesz, ugye? Nem. Ilyen is lesz. Ugye az elszámolási vitánk, vagy a, mondjuk úgy, hogy a rendezetlenség egyik másik oka, hogy 1990-ben az első szabadon választott kormány kialakított egy normatíva finanszírozást, aminek az volt a lényege, hogy az állam az önkormányzati törvényben meghatározott feladatokat delegált az önkormányzatokhoz, és azt mondta, hogy ezeket a feladatokat normatív alapon finanszírozom. Akkor még úgy is hívtuk, hogy fájkvóta. És ment a harc a gyermekért, mert hogy a gyermekszám alapján finanszíroztak az iskolát, és így tovább, és így tovább. Közben két dolog történt. A 30 normatíva, amivel indultunk 21 évvel ezelőtt, már a több mint 500 normatívává bővült, duzzadt. Egy követhetetlen, kiegészítő normatíva, ilyen normatíva, olyan.
3-4 féle normatívából rakják össze, sokszor 10-ből az iskolák a saját finanszírozásukat. És egyébként az állam miközben mindenféle normatívákat kitalált, ennek az volt a lényege, hogy szépen folyamatosan vonult ki az állam által önkormányzatokra delegált feladatból, feladat finanszírozásából. Vagyis letolta a feladatot egy szinten lejjebb az önkormányzatokhoz, és a forrást pedig elkezdte kivonni, ez ment 20 éve, de az elmúlt 8 évben meg aztán brutálisan. Hát ettől kerültek aztán ilyen helyzetben. Most, vagyis itt is van egy elszámolási vita, mert az önkormányzati szektor meg azt mondja, hogy én te tőled állam kaptam feladatot, de nem kaptam hozzá elég pénzt. Adjál többet. Ez a költségvetés tárgyalásokhoz zajló vita, illetve bizonyára inkább az önkormányzati emberek érték, de nagyon sokan ismerik már az önhikis rendszert, ahol az önkormányzatok évközti vagy évközbeni külön támogatásban részesülnek, ez szerintem nem más, mint az állam egy kicsit beismeri, hogy ebben az elszámolási vitában igaza van az önkormányzatoknak. Jól érzem akkor, és most ez az utolsó kérdés ez a témával kapcsolatban, hogy az intézmények sorsa az még képlékeny, tehát az még nem dőlt el, hogy... Ugye mi egy olyan koordinátor rendszerben gondolkodunk, ahol fenntartói világ működik, és egy iskolának, maradjunk ennél a példánál, de egyébként szociális otthon, gyermekvédelem, kórház, sok mindent lehetne mondani, de talán a legtöbben a iskola ügyével találkoznak. Ott ugyanaz a tulajdonosa az iskola épületének, ugyanaz a finanszírozója a tanároknak, és ugyanaz a szakmai irányítója, felettes szerve is. Ez az önkormányzat. Igen. Ha ebben a koordinátorrendszerben gondolkodunk, akkor nem fogjuk megérteni az új koordinátorrendszert, amikor is mondjuk, ha ez lesz, mert ez az ősz vitája, amit most így előrehozok, hogy a tanárok bérét az állam állja, egy az egybe. A ausztriai példa a tartomány, most maradjunk a megyénél, a szakmai irányítás, és az épület üzemeltetés pedig azért az önkormányzati, aki a tulajdonos. Vagyis a három ma egy kézben lévő fenntartó jogosítvány az három felé megy. Külön a bérkérdés, külön a szakmai irányítás, ami egy másik terület, és teljesen külön terület ettől az épület üzemeltetés. És ugye azt az érvet hallom nagyon gyakran, hogy egyébként oktatási, pedagógiai programok, alapító okiratok, vagy ilyen-olyan tantervek, helyi tantervek készítésére igazából semmilyen szakmai háttérrel nem rendelkező kicsi falu, kicsi testülete dönt ilyen valamennyi kérdésekben, és egyébként nincs egység, mert az egyik ilyennek dönti, a másik olyannak dönti. Nem egy országos egységes szituáció van. Az egyik faluban ilyen tankönyvet vásárolnak, a másikban olyat, a harmadikban meg nem is vesznek, meg ilyen módszert választanak, meg olyan. A módszertani szabadság egy módszertani szabatossággá ment át, amiben már se tanár, se diák, se szülő gyakran nem tudja, nincs mankója, hogy eligazodjon benne. Tehát leegyszerűsítve, akkor az állam határozza meg az irányvonalat, a megye az, amelyik ellenőrizni fogja, hogy ezt valóban betartják-e, és a település az, amelyik a felel gyakorlatilag az iskoláját, vagy az adott intézményét. Ugye? Így van. Na most a megye alatt mit értünk? Na jó, ez lenne a következő kérdés, hogy mi lesz a megyének a feladata az új elképzelések szerint? Mert abban a témakörben, amiről eddig beszéltünk, a megye alatt én a megyei kormányhivatalt értem, tehát a megyei önkormányzatnak ilyen típusú szakmai felügyelet, irányítási feladata nem maradna. Úgy is mondhatjuk, hogy az egységes irányításhoz, ugye ha a megyei önkormányzat lenne a szakmai irányítószerv, akkor az megint 19 féle az országban. Ha a kormányhivatalok, akik a kormány alá delegált kormányzati szervek, akkor az egységes. Az pedig egy egységes. Ezért a tanárbér, ahogy én ezt kezdtem, az kincstáron keresztül fizetett történet lehet, és majdnem ugyanaz a kéz, csak a kormányhivatalon keresztül gyakorolna egy szakmai irányítást, ellenőrzést, ami jelezzem, hogy nincsen 20 éve, konkrétan kigyomlálta a rendszer saját magából, és a tulajdonos önkormányzat, tehát ahol éppen az ingatlan áll, vagy a telekkönyvileg, ahova tartozik, az gondoskodik az üzemeltetésről. Ez nagyjából az elképzelés, ha jól értem én is, mert számos kérdés vetődik ám még fel. Tehát azt hadd mondjam, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amilyen egyszerűen én ezt most elmondom. Most vegyünk egy olyan példát, hogy Somogyváron áll egy kastély, amiben
gyermekvédelem és oktatás működik, de a kastély az nem a faluje, tehát itt már nem lehet a faluhoz delegálni a tulajdonosi épületüzemeltetése kapcsolatos feladat. De nem kapja meg az új rendszerben hát sem most, a tulajdonosi ezek jogokat? A kérdések. Vagy akkor mondhatnék olyat önnek, hogy európai forrásból éppen zajló fejlesztések. Itt a mi kórházfejlesztésünk. Uh-huh. Ami derékban van. Nincs kész. Megy előre a mi tulajdonunk, a megyei önkormányzat teszi hozzá az önerőt, irányítja a munkálatokat, de ha 2012. január 1-től az egészségügyi ellátás állami feladat lesz, és ehhez az állam vagyont is szeretne magához húzni, mert vagyont tegyük hozzá gond is. Aha. Tehát a kettő együtt mozog az én fejemben. Tehát az egy nagyon érdekes szituáció, hogy itt marad egy ekkora vagyon, aminek örülünk, ha miénk, csak éppenséggel 100 milliós tétel a működtetése, karbantartása évente, ami hosszú idő alatt nagyon-nagyon komoly pénz. De most ugyanez a kérdés egyébként fölmerül a kis települések iskoláinál is, hogy ugye ő neki kell majd üzemeltetni. Ehhez kap állami segítséget? Nyilván. Mert egyébként nem tudná ezt fenntartani. Nem tud. Vannak olyan európai demokráciák, ahol elmentek a kis települések terén egészen odáig, hogy önfenntartó a település. Tehát annyi adót vett ki, amennyi feladatot el tud látni. Ez egy nagyon szélsőséges példa. Az a helyzet, hogy a filozófia érthető, csak sajnos ma még a magyar falu nincs ebben az állapotban. Hát igen, ez a települések nagy részén azt gondolom nem járható. Tehát kell ehhez még egy kis idő, hogy esetleg egy ilyen rendszer fel tudjon állni. Ma a falvakra feladatot delegálni forrás nélkül még nem lehet. Jó, akkor térjünk vissza a megyéhez, a megyei önkormányzathoz. Mi lesz az új rendszerben a feladata a megyének? Területfejlesztés. Ugye eddig a területfejlesztés az régiós volt, illetve hát a baloldali kormányok idején az régiós volt. Most megyeivé szeretnék átalakítani. Az uniónak mi erről a véleménye? Mert ugye a szocialisták mindig azt mondták, hogy az unió csak régióban gondolkodik. Így van ez? Igen, mikor a szocialisták valamit el akartak érni, akkor mindig az unióra hivatkoztak. Amikor 90 előtt el akartak érni valamit, akkor mindig Moszkvára hivatkoztak. Én szerintem most egy olyan kormány van, ami mindig a magyar érdekre hivatkozik, és különösebben, ha jól látom, akkor ilyen nemzetközi zavarkeltés nem nagyon zavarja. Csak egy érdekli, hogy a magyar embereknek jobb legyen. De szerintem erre kaptunk mandátumot. Nézzük akkor a regionális pénzosztást. 1,5 milliárd forint uszkve volt az az összeg, amit még 2006 előtt az én elődöm osztani tudott a somogyi településeknek, vállalkozásoknak. 2006 után ezt megszüntették a szocialisták, egy forintot sem. Nem, hogy egy kicsit vettek el, hanem mindent elvettek. Na nézzük a régiót. Az volt ugye a fontos érv, hogy az Európai Unió kéri a régiót. Hát szeretném mondani, hogy az Európai Unióban mindenféle méretű régiók vannak. Olyan is van, hogy egy nemzet egy régió, meg olyan is van, hogy egészen piciket is elfogad. Semmi más nem történik, 19 régióra fog oszlani az ország. Az európai forrásokat nem a központban, a fővárosban kell elsősorban osztani, hanem jelentős forrásoknál meg kell oldani azt, hogy a problémához a legközelebb valahol a végeken történjen. Ebben a stúdióban is elmondtam, hogy a szocialisták ezt teljesen felrúgták, mert a regionális pénzosztás, jelzem, ez még máig sem változott, tehát van még tennivaló, ezért lesz a megyei területfejlesztés. A regionális pénzosztás úgy nézett ki, hogy egy 19 fős regionális tanácsban 10 főt küldött a kormány, a szocialista kormány, és eldöntött mindent. Ha viszont a kormány döntött el a regionális pénzosztásnál is mindent, akkor mondhatjuk úgy is, hogy a lídereken kívül, amit meg teljesen elrontottak, zárójel bezárva, nem volt forrás, amit ne Budapesten döntöttek volna el. Na ennyit az európai... És most hogy lesz? Megyében dől el. Nagyon sok kérdés. És az, hogy egy megye mennyi pénzt kap, mennyi területfejlesztési pénzt kap, az hogy dől el? Szerintem a mostani egyeztetési folyamat, ami következik. Tehát megszületett a koncepcionális megállapodás múlt csütörtökön a miniszterelnökkel. Szövetséget kötöttünk. Végre a kormány szövetségese lesz a megyéknek hosszú-hosszú idő után. Ennek a szövetségnek a részletei azonban most kerülnek kidolgozásra. Többféle munkabizottságot állítottunk fel. Például arra a kérdésre is válaszolandó, amit ön kérdez.
hogy azt is meg kell határozzuk, hogy megyénként mekkora forrás osztható. Mert van nagy területű megye, ahol kevesen élnek, van kis területű megye, ahol sokkal nagyobb a népsűrűség. Nyilván valamilyen mutatókat, indikátorokat figyelembe véve kell meghatározni a megye területének nagysága, az ott élők, esetleg probléma, esetleg területi kiegyenlítés, esetleg turisztikai célközpont. Számos kérdésben én szerintem itt megint egy érdekes csata lesz, hogy ki hoz el többet abból. Hát meg gondolom, hogy az állam, a kormány megfogalmaz majd bizonyos prioritásokat attól függően, hogy az országos programot ő hogy képzeli el. És meg mi is szeretnénk ebben beleszólni. Tehát az a lényege, hogy és a miniszterelnök úrtól, azért mondom ilyen bátran, mert a miniszterelnök úrtól erre ígéretet kaptunk. De ez hogy fog zajlani, hogy javaslatot tesz a megye, így van. És utána ezt a kormány megtárgyalja, így van. Tehát mi és aztán dönt. Így van. Tehát mi arra fogunk törekedni, hogy a 6600 négyzetkilométer területünk miatt, ami a Dunántúl egyik legnagyobb megyéjévé tesz minket, a hátrányos helyzetünk és a Balaton, a Dráva mentett, a csodálatos természeti kincseink miatt az itt élők szolgálatában minél több pénzt tudjunk állítani. Egy nagyon fontos probléma, amiről ugye szó esett a miniszterelnökkel való megbeszélésen, a adósságkonszolidáció. Ugye az elmúlt egy évben elmondtuk, hogy a konszolidáció gyakorlatilag elmaradt, most pedig egy adósságkonszolidációs folyamatról hallottunk. Hogy fog ez lezajlani? A korábbi időszakban már hallottunk híreket, hogy az államnak elképesztő problémákat kell megoldania, mert irtóztató az örökség, MÁV, PKV, fölmerült a állami adósságkezelő létrehozása is. Egy a lényeg, hogy vagy ezen belül, vagy pénzintézeti tárgyalások útján az állam kezelni kívánja a megyei önkormányzatok adósságállományát. És szeretném mondani, hogy velünk ült le először a miniszterelnök úr, és velünk állapodott meg legelőször, és nekünk tett először ilyen ígéretet. Mármint a Somogy megyével? Nem, a megyékkel. A megyékkel. Így van. De hát konkrétum az megfogalmazódott-e? Mert ugye a megyéktől iszonyatos pénzeket elvontak, a baloldali kormányok 8 éve során erről már beszéltünk, és iszonyatos adósságot fel is halmoztak a megyék. Tehát hogyan fogják ezt kifizetni? Nézze, most ezt a miniszterelnök úrtól kellene kérdeznie. Tehát a vállalás az a következő. Mi vittük a hátunkon az intézményrendszert úgy 4 éven keresztül, hogy a forrás kivonás az valami minden határon túl. Mennyit vontak el Somogy megyétől? 14 milliárd forintot. 8 év alatt? 4. 4 év alatt. 4 év alatt 14 milliárd forintot. Ehhez képest van 10 milliárd adósságállományunk. Tehát ha csak ezt a kettőt vetem össze is 4 milliárd forintot, az 4000 millió forintot takarítottunk meg. De ennél nagyobb összeget takarítottunk meg, mert a fölvett hitel egy jelentős részéből fejlesztettünk. A kérdés az továbbra is fennmaradt, hogy a kormány az mennyiben járul majd hozzá ehhez a konszolidációhoz? Teljesen egészen. Tehát magyarán jól áll ezért a tartozásért? Így van, ez a megállapodásunk lényege. Aha. Ugye azt kell látni önnek, meg a kedves nézőknek is, hogy a megye az elmúlt 20 év egy nagy vesztese. Ahelyett, hogy egy olyan megye alakult volna ki, ami a történelmi hagyományokon nyugszik egyébként, hogy egy ilyen koordináló, segítő, támasz, egy védőernyő, aki pénzt ad, támaszt ad, tanácsot ad, minden tekintetben a falvaknak és az itt élőknek. Ehhez képest, most már nem akarok történészkedni, valamiért mégis az a folyamat zajlott le, hogy folyamatos feladat és hatáskör szűkülésen mentünk át, 20 évről beszélek. Még azt is hozzáteszem, hogy ez jóformán nem is okat meg a 20 év alatt egyszer sem. És egy pillanatra voltak reménykeltő dolgok, ez a 96-os év, amikor a megyei területfejlesztés létrejött. Tehát 96-ig nem volt megyei területfejlesztés, 96-tól 2006-ig 10 éven keresztül lehetett megyei területfejlesztésből pénzt adni, és 2006 óta megint elvették. Na most az a helyzet alakult ki, hogy a megye csak nagyon görcsösen és nagyon-nagyon erőltetetten tudott segíteni a nagyon fontos munkahelyteremtés, foglalkoztatás, turizmus, zöldügyek, agrárium
befektetés ösztönzés, bármit mondhatnék, mert hogy lassan-lassan egy intézmény fenntartó gamesszé degradálta a 20 év. És ugye az az ellentmondás feszült minden elnök lelkében, hogy tőlünk, amikor vidékre kimentünk az emberek közé, soha nem azt kérdezték, hogy egyébként milyen kazánnal fogjuk fűteni a berzencei szociális otthont. Vagy mennyi bért adunk a tanárnak a siófoki baros iskolában. Hanem azt kérdezték, hogy mi lesz az agráriummal, mi lesz az erdőinkkel, mi lesz a Balatonnal. És ehhez viszont erősen fogyatékos eszközünk, eszköz állt a rendelkezésünkre. Hát talán nem túlzok és nem sértem meg a megyei elnök, meg a megyei közgyűléseket, ha azt mondom, hogy talán már a vége felé csak egy lobby erővé degradálódott. Az ezen nagyon fontos területeken a hatásunk. Most tudom, hogy egy olyan kérdést teszek fel, amire nem biztos, hogy tud válaszolni. Ugye arról volt szó, hogy az ország nagyon eladósodott, mert iszonyatos örökséget örökölt. A megyék nagyon eladósodtak, mert nagyon sok pénzt vontak el tőlük. Milyen ütemezésben, hogyan tudják végrehajtani ezt a konszolidációt? Az a feladat, amit eddig, és még a valószínűleg azért végéig végzünk, ez az intézmény fenntartás, ez maga a fedezete az adósságunknak. Tehát kötvény kibocsátáskor a pénzintézetek megengedték, részben ingatlan fedezetet tettünk a hitel mögé, a kötvény kibocsátás mögé, részben pedig a költségvetésből kapott ország, tehát a nemzeti költségvetésből kapott intézményi finanszírozás a fedezet. Vagyis ha az állam ezt a feladatot és ezt az intézményi finanszírozást elviszi, vagy máshova delegálja. Elviszi a tartozást? Ezzel muszáj elvigye, mert különben fedezett elvonás bűncselekményét követni el. Aha. Nem tudom, ez így mennyire érthető. Én azt hiszem, hogy érthető. Mert szívesen körbeírom még, hogyha szükséges. Nagyon röviden, mert már csak egy percünk van. A bank úgy adott hitelt számos önkormányzatnak, nem csak a megyéknek, hogy a garancia, a fedezet, vagy a jelzálog, ha tetszik, az a pénz, amit az állam hónapról hónapra nekünk ide küld. Most, hogyha az állam elvesz egy önkormányzattól, ez esetben tőlünk feladatot, és az ezzel kapcsolatos állami forrást is, értelemszerűen, tehát ha nem én tartom fönn az iskolát, hanem az állam, akkor nem kell ideadja az arra származó forrást, pedig ez a forrás szolgált a jelzálog, vagy a fedezet ül egészen idáig. Tehát akkor jól értem, hogy az elmúlt évek, az elmúlt 8 év működési hiányáért a jelenlegi kormány fog garanciát vállalni ezzel? Teljesen jól érti. Köszönöm szépen, sajnos az időnk lejárt. Nézőinknek is köszönöm szépen a figyelmet. Holnap is lesz természetesen miért, addig is a Tehetik nézzék a Sovogy Televízió műsorát. Viszontlátásra!